20 érdekes dolog a fociról, amit tudnod kell. A labdarúgást Kínában időszámításunk előtt 476-ban találták fel. A futball a legnézettebb és legtöbbet játszott sport. Csak a kanadaiak és az amerikaiak nem hívják futballnak a focit. A focisták egy meccs alatt átlagosan 9,65 kilométert futnak. A világ focilabdáinak 80%-át Pakisztánban gyártják. Pelé volt az első, aki a labdarúgást gyönyörű játéknak nevezte. 16 a maximális gólok száma, amelyet egy játékos szerezhet egy labdarúgó mérkőzésen. Az első válogatott futballmeccset 1872-ben Anglia és Skócia vívta. Az észak-koreai Rangrado Mae stadion a világ legnagyobb futballstadionja. A stadion Észak-Korea fővárosának, Pyongyangnak a legnagyobb, többfunkciós sportlétesítménye. Becslések szerint 114 000, a hivatalos adatok szerint pedig 150 000 fő befogadására alkalmas az építmény. A 2002-es világkupán Oliver Kahn lett az első és egyetlen kapus, aki megnyerte az aranylabdát. 1913-ig a kapusok nem viseltek különböző színű felsőt, ugyanolyan mezben voltak, mint a többi csapattársuk. A legsúlyosabb foci tragédia 1964-ben történt Peruban. A játékvezető döntése a meccsen olyan zavargást okozott, amelyben több mint 300 ember meghalt, és több mint 500 ember sérült meg. A világ első labdarúgó klubja az 1857-ben alapított angol Sheffield klub volt. Neil Armstrong focizni akart a Holdon, de a NASA elutasította ezt a kérését. 1937-ben mutattak a tévében először labdarúgó mérkőzést. Bryce Bridges egy 20 hónapos baba a világ legfiatalabb profi futballistája. A futballlabdákat szintetikus bőrrétegekből készítik, míg a labdán lévő hólyagok latexből vagy butilből készülnek. 1801-től hivatalosan is ugyanannyi játékosnak kellett lennie az egymás ellen kiálló csapatokban. Az évszázadokon át állati belsőségekből és bőrből készült labdát 1855-ben a Charles Goodyear által szabadalmaztatott vulkanizált gumilabda váltotta fel. Az európai fociban lévő 11-es rúgás, akkori nevén halálrúgás, lehetősége sokáig fel sem merült, ami abból a felfogásból ered, hogy egy úriember nem követel szabálytalanságot.